Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Jim Beam YouTube csatornáján. Én Molnár Zsófia vagyok, háromszoros IFBB Bikini Pro bajnok, illetve a 2023-as Bikini Olimpia résztvevője. A mai videóban meg fogom nektek mutatni egy combhajlító farizomcentrikus lábedzésemet, de előtte megmutatom, hogy mik vannak a táskámban. Gyertek és tartsatok velem! Az első versenyemig még 8 hetem van, ezért edzés közben még szoktam inni édesítőszeres BCA-t, eper és lime ízben, ebből 10 g-ot szoktam használni, illetve hozzá szoktam keverni még 5 g arginint is, és edzés alatt elfogyasztok még 5 g glutamint is, amit egyébként reggel is fogyasztok, szintén 5 g-ot. Amit még edzés előtt használok, az 3000 mg L-karnitin kapszula formában, illetve onnantól kezdve, hogy lecserélem az édesítőszeres BCA-t, már BCA kapszulát használok edzés alatt. Amit mindig magamnál hordok egész nap, az az ételhordós táskám, amiben megtalálható az egész napi étkezésem, illetve a táplálék kiegészítőim, amiket napszakra pontosan szoktam berendezni ebbe a kis vitamintároló dobozba, és emellett van még, amit egész nap fogyasztok, vitaminok. Az első és legfontosabb edzés előtt a bemelegítés, ami felkészíti a testet és az elmét a terhelésre. Ilyenkor futópados sétát szoktam javasolni, illetve egy kis hengerezést, nyújtást és egy kis gimnasztikai bemelegítést. Egy alapos bemelegítés után az első gyakorlatom ezen az edzésen mindig a fekvő lábhajlítás, amit most meg is mutatok nektek. Ennél a gyakorlatnál a legfontosabb, hogy a csípőt mindig oda zárjuk a padhoz, és úgy végezzük a gyakorlatot. A következő gyakorlat, amit végezni fogok, az a lábhajlítás ülve, amit gépen fogok végezni. Amikor elkezdtem profiként versenyezni, a két legjobban lemaradott izomcsoportom volt a váll és a combhajlító, így ez az edzésfelosztás, hogy heti kétszer szoktam lábazni, és a második lábedzés kifejezetten combhajlító és farizomcentrikus, nagyon szépen felhozta nálam ezt a területet. Így a harmadik gyakorlat, amit most végezni fogok, az merev lábas felhúzás rúddal. A következő gyakorlat, amit végezni fogok, az lábemelés hátra gépen. Ennél a gyakorlatnál az a legfontosabb, hogy végig stabilan tartsuk az egész törzset, illetve a csípőt. A következő gyakorlat, amit végezni fogok, az csípőemelés gépen. Ennél a gyakorlatnál az a legfontosabb, hogy ne homorítsatok, az egész törzs teljesen egyenesen fog mozogni, és a felső ponton egy pillanatra megtartjuk a mozdulatot. Az utolsó előtti gyakorlat, amit csinálni fogok, az combtávolítás gépen.
Az utolsó gyakorlat, amivel minden lábedzésen végezni szoktam, az egy vádli gyakorlat, sarokemelés gépen. Általában mindig váltogatom, hogy milyen gépen dolgozom, így is különböző terhelést adva ugye a vádlinak. Ezt fogja most követni a nyújtásom és a hengerezésem, majd utána a kardiom, ami most a felkészülés közepén mindennapos. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok a mai edzésemen. Kövessétek figyelemmel a csatornát, illetve a felkészülésemet. Ha bármi kérdésetek van, írjátok meg kommentben, illetve azt is, hogy tetszett a videó. Sziasztok!